Király József önkormányzati képviselőt indítja az MSZP országgyűlési képviselőjelöltként az előválasztásokon a Bács-Kiskun megyei 2. számú egyéni választókerületben. Ezt ma jelentette be Dobos József, az MSZP helyi elnöke. Az eseményen Kunhalmi Ágnes, a párt társelnöke azt mondta, Király József egy olyan szociáldemokrata, zöld politikus, aki tudja azt, hogy mit kell azért tenni, hogy a környezetvédelemnek, a fenntarthatóságnak és a klímavédelemnek megfelelő politika mellett érvényesüljön a gazdaság és az ipar is Kecskeméten, valamint Bács-Kiskun megyében. Király József azt mondta, ha megválasztják képviselőnek, akkor vele minden nap tudnak majd találkozni Kecskeméten. Mint fogalmazott, ő nem Budapesten fog dolgozni, itt marad, és innen fogja képviselni a lakosságot. A képviselő szerint a Mercedes ide településével egy kicsit megbillent Kecskemét gazdasága és kultúrája. A politikus azt mondta, élni kell a lehetőségekkel, például a kertészeti, az oktatási és a kutatási ágazatokban. Király József azt is megígérte, hogy a fiataloknak is olyan lehetőségeket fog majd teremteni, melyek miatt itt is elképzelhetik jövőjüket. Az eseményen kérdésre Dobos József azt mondta, van még idejük dönteni, de valószínűleg nem fog indítani a párt jelöltet Bács-Kiskun egyes választókerületében.